Orosz tisztviselők azt állítják, hogy az ukrán határtól körülbelül 40 kilométerre lévő orosz várost Belgorodot ágyúzták Ukrajnából, ami két ember halálát és károkat okozott. Orosz közlés szerint 12-en megsebesültek a belgorodi régió egy másik településén, Szebenikó városában. A helyi kormányzó szerint az elmúlt hetekben többször csapottak be ukrán oldalról indított lövedékek Belgorod térségében. Kelet-Ukrajnában folytatódnak a harcok, Herszonból zajlik a lakosság evakuálása, amit Kijev az orosz hatóságok által végzett deportálásnak nevez. A hétvégén az orosz erők újabb támadásai további károkat okoztak Ukrajna energetikai rendszerében. Kijev szerint intenzívek és kiterjedtek az ukrán infrastruktúrát romboló orosz támadások, ezért szombat este ismét takarékos fogyasztásra szólították fel azokat, akiknél még van áram. Volodymyr Zelenszky terroristáknak nevezte az orosz támadókat, akiknek célja az energiahálózat megsemmisítése. Az ukrán elnök reméli, hogy a takarékos fogyasztással stabilan lehet tartani a nagymértékben károsodott villamos hálózatot. Az ukrán hadsereg szombaton azt közölte, hogy kiszorították az orosz erőket a Herszon megyei Csarivne és Csikalove településekről, valamint orosz állásokat bombáztak a megszállt Herszon térségében, célba véve az utánpótlási útvonalakat.